Sziasztok! Ez itt a Fakt podcastja, és a mai napon a sharing economy-ról fogunk beszélgetni, Janival, Márkkal, meg velem, Áronnal, és hát akkor csapjunk is bele. Szerintem először röviden beszéljük meg, hogy kinek mit jelent a sharing economy, meg hogy ez egy nagyon trendi dolog, de hogy aztán később kitérünk rá, hogy milyen potenciált látunk benne, hogy mennyire váltja meg a közgazdaságtant vajon ilyen szakkal is fejjel. Jani, te mit gondolsz a sharing economy-ról? Nekem első körben az jut róla eszembe, hogy meghallom a sharing economy, hogy elsősorban olyan alternatívák így az üzleti életben, vagy akár megkönnyíti a hétköznapjainkat, amikor egy vállalkozásnak túl sok infrastruktúrális beruházásra van szükség, mondjuk egy szállodalásznak a hoteleket fenntartani, vagy egy taxitársaságnak az autókat fenntartani, az alkalmazottaknak fizetni a járulékokat, és erre egy alternatíva, amikor ezt a kis emberek összefogva a saját tulajdonjogukkal összehozzák, és így úgy tudnak dolgozni, hogy nem kell ezeket az extra költségeket magukra hárítani, és így olcsóbb a szolgáltatás. Mark? Én meg elsősorban talán azt gondolom, hogy ez a sharing economy, ez talán a technológiának az a igazi rendes kihasználása manapság a ugye mindenféle közgazdasági, a gazdasági életben. Ugye itt, tehát hogy például ugye, nem tudom, egy pár évtizeddel ezelőtt azért ugye elképzelhetetlen lett volna, hogy ilyesmi szolgáltatások jelen legyenek, legalábbis ilyen hatékonysággal. Hát és igen, amit Jani mondott egyértelmű, tehát hogy én kis előrevetítve, én amúgy nagy potenciált látok ebben, meg hát ezt mutatják azért a trendek, de nem tudom, szerintem Áron, te is mondd el azért, hogy... Szerintem tök jól összefoglaltátok, amit én ugye a témáról olvastam, meg amit gondolok is. Az első ugye, hát az erőforrások megosztása, hát nem véletlenül sharingnek hívjuk, tényleg arról szól, hogy nem egy vállalatnak kell beruházni egy gépflottára vagy szállodákra, hanem valahogy mindenki a saját kis erőforrását megosztja másikkal, és ezáltal valami olcsóbb, hatékonyabb dolgot hozunk létre, és nyilván ez addig sem, azért sem jött eddig létre, mert nem lehetett elérni az embereket, hát gondoljunk bele, az Uberhez kellett egy applikáció, amivel tudott követni, hogy éppen aki szeretne utazni, az hol van, meg hogy hol van egy elérhető autós. És a cikkekben, amit olvastam, ők is mindig kiemelik, hogy egy technológiai fejlődést tette lehetővé, hogy van egy ilyen kényelmes applikáció, platform, amin keresztül ez az egész sharing megvalósulhat. Szóval szerintem így tömören ezt tök jól összefoglalja, és hát akkor vegyük sorra, hogy aki esetleg, nem tudom, nem olvas cikkeket a sharing economy-ról, mert mi is azért tettük, mert ez a téma most a podcastban, hogy milyen példák vannak, hogy egy átlag ember hol tapasztalja meg ezt a hatalmas sharing economy előretörést. Talán amúgy én, vagy hol tapasztalja meg, hát szerintem amit talán a legszembetűnőbb, és amit talán minden ember használ, én ott a Spotify-t meg a Netflix-et emelném ki, ami ugye elsőre, vagyis nekem elsőre nem is volt ilyen egyértelmű, hogy ez ugyanilyen sharing system, vagy sharing modellen alapul, mint egy klasszikusabb példa, egy Uber, vagy Airbnb, amik ugye a klasszikus példák szoktak lenni. Szóval én ezeket mondanám, Jani. Én általában a klasszikusabb példák felé mozgok, ami engem jobban érdekel, tehát hogy például az Airbnb az egy elég hot topic, olyan szempontból, hogy utóbbi két évben már például Európai Uniós nagyvárosoknak az önkormányzata kopogtatott ezzel a kormányoknál, Európai Uniós szerveknél, hogy ezt szabályozni kellene. Tehát egy nagyon szabad rendszer, tehát amikor a Spotify-jal, amit egy cég felépített, és jól struktúrált rendszere van, mindenféle jogszabály mentén működve, de vannak olyan sharing economy elemek, amik sokkal szabadabban működnek még. Kérdés, hogy ez meddig marad így? Én egy lépést hátra lépnék, hogy akkor most mondjuk el, hogy mondjuk az Airbnb az miért lesz sharing economy. Ugye itt az egésznek az alapja annyi, hogy nekem, amikor nincs szükségem a lakásomra, akkor kiadom egy olyan embernek, akinek meg van szüksége. És ezáltal ugye maga ez az erőforrás, ami egyébként nem lenne használva, használatba kerül. Gyakorlatilag jobban kihasználjuk az erőforrásokat, és az Ubernél is hasonlóan,
van szabad ideje az adott esetben a sofőrnek, és inkább akkor beáll egyfajta taxisnak, és a szabad idejét is a gépkocsiját használja, hogy másoknak olcsóbban nyújtson utazást. Sőt, amúgy, ahogy nagyjából ennek az erőforrás megosztásnak talán, vagy ilyen tankönyvi példája szokott lenni, ugye, ami nem is ilyen, tehát ilyen klasszikusabb jószágokra, ugye a miutcánk.hu indult így. Ezt nem is ismerem. Ezt nem tudom, mennyire ismeritek. Ott nagyjából az a lényeg, hogy oda fel tudod tölteni. Amit itt szoktak hozni mindig példának, hogy egy fúrógépet például, hogy a legtöbb háztartásban egy fúrógép, de nagyjából alig kell használni, ugye? És hogyha ezt nem tudod feltöltöd, hogy ezt ilyen használható mások által is, akkor egy közösségen belül elég, hogyha mindenki csak egy dolgot vesz. Az ilyesmi dolgok. Ez borzasztó hasznos, mert nálunk a családban úgy van, hogyha valakinek van szerszám, akkor ő már a szakember. És hogyha bármi gond van, akkor annak ezzel őt hívjuk. Igen. Szóval ez tök. Sőt, amúgy tegnap láttam, hogy ezen az oldalon amúgy ilyen szolgáltatásokat is meg lehet hirdetni, hogy nem tudom, valaki imád falat festeni, akkor ilyesmit is lehet, és nem is feltétlenül pénzért, hanem valami másik, másfajta szolgáltatásért cserébe. Ennek Amerikában azt hiszem hatalmas hagyománya, van több applikáció is, az egyik a TaskRabbit, még egy nem tudom, ilyen amerikai sitcomban is láttam, ami konkrétan azt jelenti, fiatalok felrakják magukat erre az applikációra, ez most egy kicsit furán hangzik, de annyi a lényeg, hogy bútort összeszerelnek, ereszt tisztítanak, stb. Az olyan házi munkákat, ami mondjuk nehéz, vagy bármi olyan ügyességet igényel, ami nekik megvan, és adott esetben valakinek nincs, akkor azt így gyakorlatilag, mint egy szerelőt meg lehet rendelni, nyilván a bonyolultabb, nem tudom, víz csatorna szerelés, meg ezek nem tudják elvégezni, de mondjuk az IKA bútort összerakják neked, és ez is akkor tök hasonlóan működik. És azért is akartam behozni Amerikát, mert akkor visszatérve a szabályozásra, ami szerintem tényleg a sharing economy-nak az egyik nagy hátránya, nehézsége, és szerintem pont ezért van, hogy Amerikában lesz a legnagyobb, sőt már van a legnagyobb boom ezeknek a sharing economy modelleknek, hiszen hát ez a szabadság országa. Ott, hogyha a piaci versenyen lenyom valaki téged, mondjuk a taxisokat, az Uber, ez van, fiam, nem véd meg az állam, szemben Európával, hogy nálunk is azért a taxis lobby elég erős, és pont ezért az Uber lett betiltva. Hogy ilyen szempontból gondoljátok, hogy nem tudom, Amerika elhúz mellettünk, mert ők egy szabadabban gondolkodó ország ilyen szempontból, és Európa meg megragad ebben a merev térségben? Mark, köszönöm a szót, hogy... Mondhatod te is. Lehetséges, hogy persze sokkal jobban teret nyer a sharing economy Amerikában, vagy lehet, hogy nekünk is, mondjuk a kínai, vagy az orosz példa, azok is elég nagy piacok sharing economy tekintetében, azt annyira nem ismerjük, mert nem áll olyan közel hozzánk, nem azt a tartalmat fogyasztjuk, ami ezzel egybevágó. Viszont érdekes mérlegelni, hogy tulajdonképpen ez, ami a nyerő. A podcast kapcsán gondolkodtam, ugye az Airbnb nagyon felfutott Magyarországon is, főleg Budapesten nyilván, és teljesen természetes gondolat, hogy valamennyivel többet lehet keresni, hogyha Airbnb-ben kiadod a lakásodat turistáknak. De kicsit utána számol az ember, kiderül, hogy nem is olyan sokkal, mert többletköltsége van annak, hogy állandóan foglalkozol a helyet, hogy mondjuk egy embernek adnád ki. És ez szektor specifikusan kellene megnézni, hogy melyik az az iparág, ahol valóban sokkal jobb az, hogyha sharing economy van, mert te ezzel rengeteget nyersz. És nem akarok ilyen fix példára kitérni, mondjuk lakáskiadásnál, vagy mondjuk azt, hogy elmész, odaadod a kulcsot. Fél óra út oda, fél óra vissza, azt órabérbe számolod-e magadnak, takarítani. De mondjuk egy überezésnél lehet, hogy más tészta, vagy akármelyik másik iparág, amiről most nem beszéltünk konkrétan még. Mondjuk ez jó kérdés, hogy egyébként a határhaszna kiadni mondjuk a lakásodat, az ugyanakkor el, mint mondjuk egy szálloda esetében a szoba. De ha belegondolunk, ugye alapvetően ez egy plusz bevétel, és lehet, hogy az a plusz bevétel annak, aki kiadja a lakást, megéri az effortot. Ugye ez már nagyon-nagyon egyénfüggő ilyen szinten. De a másik, ami eszembe jutott, ugye a szabályozásnak is kell ez igazodni, de a másik, hogy mondjuk akkor a Spotify meg a Netflix alapján a fogyasztók is nagyon sokat alakultak ahhoz, hogy mondjuk a Netflix sorozataira átálljunk. Ugye most a karantén eléggé kapás, mondjuk kapura jött a Netflixnek, de hogy alapvetően
tök nagy hatása van szerintem a fogyasztási szokásainkra. Hát nyilván meg ugye, hogyha említed itt a vírust, tehát ugye most azért az Airbnb nem megy olyan nagyot ebben az időszakban. Meg amúgy az is teljesen igaz, amit Janita mondtál, ez a, hogy így szektoronként ezt érdemes megvizsgálni, mert én pedig azon gondolkoztam, hogy ugye legtöbb helyen azt hozták nagy előnyének a ilyen sharing economy-s rendszereknek, hogy elképesztően rugalmas, ugye, hogy akkor überezel, amikor épp van szabad pár órád, meg akkor adod ki a lakást, amikor nem tudom, épp te nem akarod használni, stb. És akkor ugye itt most végig gondoltam, hogy ne igen, és hogy most ebben az utóbbi egy évben viszont az úgymond hagyományos munkapiac is sokat fejlődött olyan téren, hogy jóval rugalmasabb lett a hát nem, tehát ugye mindenféle szempontból. Mm-hmm. Viszont, hogyha ezt még tovább gondoltam, akkor pedig arra jutottam, hogy jó, de igazából hogyha most például tényleg csak ez az autózás, vagy ilyen, hogy mondják ezt ember, maradjunk utaztatásnál, vagy a vendéglátásnál gondolunk, az viszont pont nem tud annyira egy ilyen hagyományos keretek között működő vállalatnál nem tud annyira rugalmas lenni, mint a munkavállalók részéről. Szóval, tehát ilyen szempontból ez az előny azért megmaradhat. Így a... Szóval te kb. Azt mondod, hogy bizonyos szektorokban valószínűleg ki fog domborodni, hogy ez a sharing modell, ez jobban működik, mint a meglévő. Hát sőt, hát hogyha szerintem amúgy már kidomborodott, hogyha például visszatérünk, amit szerintem nagyon meghatározó ez a Spotify, Netflix vonal, azt szerintem ott már teljesen egyértelmű, hogy tehát ma már azért nagyon kevesen vesznek meg egy albumot a lemezboltokban, hanem mindenki ugye a Spotify-on meghallgatja, vagy hasonlóan nem, mert nincsenek, nem tudom, meg filmeket se veszel meg DVD-n annyira. Nagyon örülök, hogy ez neked is eszedbe jutott, mert pont ez volt az én fejemben is, hogy gyakorlatilag a sharing economy-val kicsit lemondunk arról, hogy tulajdonoljunk valamit. Ugye tekintve, hogy jobban kihasználjuk az eszközeinket, akár a fúrót, nem tudom, a filmeket, kocsikat, stb. Ez azzal is jár, hogy a fogyasztásunk csökken. Ugye ilyen szempontból mondjuk a sharing economy-ra lehet aggatni azt is, hogy egy fenntartható modell, hiszen nem tudom, nem kell annyi autót venni, hiszen a gringo ott áll az után, és kapacitás teljesen ki van használva, hogyha éppen szabad valaki bepattan, és már viszi is. Viszont a másik oldalról, a kapitalizmus, ez bennem felmerült, hogy a kapitalizmus mennyire tudja ezt lereagálni, mert végtére oda fogunk kijutni, hogy kevesebb fúrót veszünk, kevesebb autót veszünk. És egy olyan jelenlegi rendszerben arra rendezkedtünk be, hogy a fogyasztást azt maximalizáljuk, meg ugye a profitot, vajon nem az lesz, mint 2008-ban, ahol azt mondtuk, hogy átérzi a pénzügyi szektornak úgy sincs hatása a makrogazdaságra, hogy egy olyan dolog kerül be a rendszerbe, amivel a jelenlegi modelljénk, közösségi modelljénk nem számolnak. Igen, ez nyilván, még hogyha autóiparról van szó, Németországban is felmerül a kérdés, hogy mi van akkor, hogy egy kevesebb autót vesznek, és mondjuk emberek 10 000-ének új munkát kell találni. Fel vannak erre készülve, és fel van-e készülve arra az állam, hogy ezeket az embereket átallokálja valamilyen más szektorba. És ennek kapcsán gondolkoztam, hogy tulajdonképpen a sharing economy-nek a terjedése az nagyon nagy részben állami ösztönzőkön múlik. Ebben, hogyha ezt az autózást nézzük, szerintem egy kulcskérdés az adott országban, ha azt nézzük, hogy mennyire népszerű mondjuk a gringo, autóbérlés, stb., hogy milyen drága a tömegközlekedés. Uh-huh. Tehát Magyarországon, meg úgy Kelet-Európában ugye mesterséges állami támogatással olcsóbb a tömegközlekedés. Németországban például nyilván nem csak a magyar bérekhez mérve, de egyébként is egy sokkal drágább dolog. És mondjuk Németországban jobban adja magát, hogy akkor bérelek autót, hogyha el akarok menni A pontból B-be, mozogni akarok abban a városban. Kérdés, hogyha Magyarországon is mondjuk azt mondják, hogy kétszeresére, két és félszeresére növeljük a vonatárakat, akkor az emberek lehet, hogy nyitottabbak lennének erre a városon belül, hogy ilyen autókat használjanak. Mert most is egyébként, hogyha számol az ember, egy felnőtt vonatjegy ár, az
picit drágább, mint a vonati gyár az picit olcsóbb, mint autóval közlekedni. Uh-huh. Most, hogyha ez még drágább lenne, jobban alkalmazkodva, amennyiben valóban kerülne ez az ár, akkor mindenki azt mondja, hogy fú, hát akkor kétszer meggondolom, hogy akkor lehet, hogy az autót kéne valahogy megosztani. Amúgy erre már most van példa, hogy Oszkárral például olcsóbb utazni, mint vonattal. Ami ugye megint a sharingből jön, hogy valaki éppen Budapestről Pécsre utazik, van három szabad hely, pattanjatok be és elosztjuk a benzinköltséget. Én is Pécset akartam mondani. Az érdekes, hogy kialakulnak már most ilyen vonalak, ahol ez népszerű. A Pécs-Budapest vonal, az nekem is több ismerősen említi, hogy csak oszkároznak. Ez érdekes. Hát nyilván ott is megjelenik a piaci verseny, hogy akkor az oszkárosoknál sok ember oszkára megy jobbra-balra, és akkor alá kínálnak a másiknak, és akkor... Hát igen, meg a vonatjegyeknek. Tehát ugye, nyilván. Nyilván a spoti kapcsolatot még eszembe már, hogy van egy erős, megint biztos szektorfüggő, mert ugye Airbnb kapcsán arról beszélnek, hogy nehezen ellenőrizhető, nem adózik, nem úgy fizet be a kasszába, mint mondjuk egy hotel. A Spotify-nál meg pont gazdaságfehérítő értéke van, tehát azok az emberek nem töltesz a zenét. Ja, ez tök jó gondolat. Tehát, hogy ilyen szempontból ad is a gazdasághoz egy ilyen szektorban például, vagy a Netflix, hogy hát letöltöm a filmet ingyen. Miért fizetnék elő? És akkor már egyből egy ilyen morális kérdés, hogy előfizetsz, és akkor bármennyi filmet megnézhetsz az adott hónapban, vagy akkor maradsz a klasszikus letöltős irányban. Na de azt mondom, a Spotify az például szenved is a profitjával, mert hát nyilván a Netflix azt hiszem most fog szigorítani, de gyakran vannak ezek a családi csomagok. Hogy akkor persze 5 felhasználó használhatja, hogyha egy háztartáson belül vagytok, stb. És hát mindenki szinte így fizet elő, így van, az egyikük vakcímét beadják, stb. És akkor töredékáron megkapják az előfizetést, hogy gyakorlatilag ilyen szempontból, amit még emlegetnek egyébként gyakran a sharing economy kapcsán, az a bizalom, amire szükség van a rendszernek. És tényleg én nagyon meg vagyok a Spotify, a Netflix-el is, és az a kérdés, hogy akkor miért nem adjuk meg a valódi árat nekik, hiszen gyakorlatilag ezáltal a jó szolgáltatás után, amivel mi elégedettek vagyunk, nem kapják meg az elegendő profitot. Szóval ilyen szempontból szerintem még a társadalomnak fel kell nőni ezekhez a cégekhez, hogy kivegyék a szerepüket egy ilyen jó projektből. Bár lehet ez Magyarország specifikus. Hát igen, de ugye azért ez is lehet. Bár ugye piaci verseny az megvan, tehát ezeknél a cégeknél is. És hát, nem tudom, tehát hogy azért ott is próbálnak minél jobban egymás alá vágni, amennyire én ezt tudom. A Spotify-nak annyira szerintem jó van a Tidal, meg... Amúgy Európában tényleg nincs, de például Amerikában ott az Apple Music, ott azt hiszem talán több Apple Music előfizető is van, mint Spotify előfizető. De amúgy ez is érdekes, és szerintem ez a bizalomhoz köthető, amit mondtál, hogy azért igazából nagy cégek itt próbálkoztak, főleg most a zenehallgatásra jutott eszembe, azért próbálkoztak, ugye mindenféle egyéb alternatív, vagy a Google-nek is volt ilyen zenehallgatós része, meg még valami itt volt a nyelvemen. Volt ugye talán ott a Telenornak volt ez a... Tényleg, igen, Deezer. A Deezer, vagy igen. De ugye, hogy valamilyen nem ragadtak meg. És vagy én arra tudok következtetni, hogy mivel már a Spotify bejáratott rendszer volt, meg voltak vele elégedve, így most miért váltsanak az emberek? Neked tudjuk, hogy milyen dolgokon el tud hasalni. Bármilyen innováció. Mindenki azt gondolja először, hogy megváltja majd a világot, de majd a piac eldönt. Én visszacsatom erre a berágásra, amit Áron említett a Spotify részéről, hogy említették azt, hogy Amerikában jobban elterjed, versenyelőny, stb. De lehetséges, hogy ha Amerikában több szektorban jobban elterjed a sharing economy, az állam akkor fogja megadóztatni, megregulázni. Ugye az Airbnb-vel se volt probléma, még az emberek kiadták a szobát úgy, ahogy éppen ráértek, csak az elmúlt években felfutott, hogy ezt üzletszerűen végzik, és mondjuk Párizs, extrém példa, de jól tudom, a belvárosnak egy igen szűk keresztmetszetében 60%-a a kiadó lakásoknak
nem albérlet, hanem Airbnb-t tett volna. És már mondjuk makrogazdaságilag érezhető, hogy baj van a rendszerben, mert mondjuk nem jutnak lakáshoz az adott országban élők abban a városban. Vagy ha mondjuk egy sharing economy-ból valaki kiszámolja, hogy ha itt ezt szabályozzuk, akkor az már mérhető a GDP-ben, akkor valószínű nem lesznek restik a döntéshozók, és szabályozni fogják, vagy megadóztatják. Tehát valamilyen struktúrába belerőszakolják azokat, akik itt végeznek üzletszerű tevékenységet, vagy csak megosztják. Ugye itt is megy még a... Ugye joghoz nem ért egyikünk se, de hogy ezt már felhozta az Airbnb, hogy ez nem üzletszerű tevékenység, hanem egyszerűen csak megosztják azt, amire éppen nincs szükségük. Hát igen, ugye ezért necces az Airbnb is, mert hogy nehéz meghúzni a határt, hogy mi az, hogy a szabad kapacitásomat másnak odaadom, vagy pedig, hogy tényleg akkor egy üzletet építek rá. És szerintem ezért fontos az ilyen tudatosság a felhasználók részéről, hiszen pont így lehet lerombolni egy rendszert, hogy gyakorlatilag tényleg már egy szállodának való szobát megveszel Párizs közepén, és aztán megkiadod. Jó, szerintem még csak így víziót említsünk a végén, hogy ki hogy képzeli, hogy nem tudom, 20 év múlva már nem lesz senkinek saját autója, vagy ilyesmi, ilyen kapcsán, hogy mit gondoltak, mennyire fog elterjedni ez a megosztás. Már kezdett, vagy kezdjünk? Nem tudom, hogy még gondolkozok. Igen, ez nagy kérdés volt itt a végére, de... Hát rosszat nem lehet mondani. Így van. Szerintem egyébként az, hogy majd elkezdik ezt az államok szabályozni, és majd terjed országról országra, mindig ugye van egy előfutár, Airbnb-nél például Ausztrália, ha most ezt komolyabban regulálják, ezek Budapesten is majd jönnek a szabályozások. Európában ugye az Ubernek is vannak ügyes bajos dolgai. Tehát biztos, hogy növekvő tendencia még belátható időmből, de nem kell abban gondolkodni, hogy itt nem fog senki autót venni mondjuk 30-40 éves távlatban is akár, tehát megmaradnak a standardek. Azért is, mert hogy te is említettél, hogy jelenlegi gazdasági modellek mellett vásárolni kell. Tehát ezt minden felelősségteljes döntéshoznak, aki fölöttünk áll, úgymond ezt szem előtt kell tartani, és ez szerint kell igazgatni az embereknek a preferenciáit is. Amúgy főleg itt a kocsis kérdésre, nem tudom, csak valami kis kitérő, hogy az amúgy szerintem függ attól is, hogy és ez majd eldől, hogy melyik bizniszmodell tud jobban érvényesülni, mert ugye amiről most itt főleg szó volt, itt kettőt hoztunk szóba, az Ubert meg a Gringót, ugye azért másabb a kettő. Így van. Jóval. És hogy tehát egy Ubernél én azt látom, hogy ugye azért az, hogy valaki jelenlegi rendszerben, hogy főállásban überezzen, az ugye nem éri meg, mert nem kap semmi juttatást ugye cserébe, tehát ő nem egy munkavállaló ilyenkor. Viszont én abban nagy jövőt látok, vagy szerintem az elterjedt lesz az ilyen autó, tehát az ilyen egyéb autó megosztó szolgáltatások. Ugye Budapesten is most három van, a Limóval, meg a Sernával, a Gringó mellett. És hát ugye főleg, tehát hogy ugye a mi korosztályunk azért kapható erre, úgymond. Abszolút. És én el tudom képzelni, hogy egyre nagyobb számban lesz olyan, hogy akkor ő inkább nem is vesz autót. Ugye nyilván itt a kérdés, hogy akkor hosszabb utakra hogy lehet elvinni. Itt viszont szerintem, hogyha a vállalatok, mondja MOL, Gringo, stb. Ehhez jól igazodnak, és akkor nem tudom, el lehet vinni. Budapest. A Sérnában egyébként már lehet több napra elvinni az autót. Pont ilyen hétvégi kirúcsásokat. Igen, azt hiszem amúgy talán ez itt a reklám helye. Azt hiszem amúgy talán a Limóval is, de hogy nem lesz, és akkor hogy ezzel még flexibilisebbé tudják tenni, stb. Akkor szerintem teljes mértékben kiváltható ez a saját autó. Na, tök jó, a márka nagyon egyetértek, mert én is úgy gondolom, hogy a mi generációnknak már például az autó pont nem, vagy illetve kevésbé státusszimbólum,
és pont ezért tényleg egy autót fenntartani körülbelül annyiba kerül, mint amennyit gringóra költenél havonta, hogyha egyébként még tömegközlekedést használsz. Viszont én teljesen másik gondolom, mint Jani. Amiről kicsit kevesebbről beszéltünk, de a sharing economy-nak a fenntarthatósági része, hogy pont azért, mert csökkenti a fogyasztást, ugye az előállítás mondjuk egy fúrónak, autónak az hatalmas karbonlábnyommal rendelkezik, és szerintem pont ezért akkora nyomás lesz a gazdaságon, hogy csökkentsük a fogyasztást, és a sharing pedig annyira hatékony, annyira olcsó és jó megoldás, hogy én úgy képzelem, hogy egy borzasztó nagy boom lesz, és szabályozói oldalon valóban ez szerintem is nagyon nehéz ügy lesz, de nem tudom, hogy máshogy meg lehet oldani mondjuk a klímacélokat. De nyilván ez most egy nagyon tág témát nyit, ez egy nagyon jó kis gondolkodható a hallgatóknak, nézőknek, hogy vajon hogy lesz ez a kis szinergia a kettő között. Nem tudom, van-e még valami gondolat, ami bennetek ragadna, hogyha... Nincs különösen, megköszönjük szépen. Igen, köszönjük a... Köszönjük a figyelmet. Tisztelő figyelmét mindenkinek, és reméljük élvezetes volt ez a kis eszmecsere. Hallgassátok majd a következő részeket is. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.